Túlságosan bántalmazta az idősebb urat. A tettes maszkban és kesztyűben támadt rá az alvó férfire, és ezzel a húsánggal, valamint a légpisztollyal verte meg a sértettet, aki azért tartotta otthonában ezeket az eszközöket, hogyha szükségessé válna, meg tudja védeni magát. A férfi addig ütötte áldozatát, amíg a fegyver eltörött. A lefoglalt zsinór, amit a bűncselekmény helyszínén találtunk, azzal kötözte meg az elkövető az idős bácsit. A továbbá lefoglalt pisztoly, egy airsoft pisztoly, egy légpisztoly, az az idősebb bácsi tulajdonát képezte. Az elkövető azonban nem elégedett meg mindezzel, miután a sértett nem árulta el, hol tartja a pénzét, meg is kötözte, majd a mosdóba zárta az idős férfit. Ha innen kimer jönni a WC-ből, akkor agyon csak kell. Miután az áldozat kiszabadult a mosdóból, a szomszédban élő nagynénjétől kért segítséget. Az esetről az asszony értesítette a rendőrséget. Itt a bal felét verte meg neki, a nagyon, már nagyon véres volt neki az inge. Ez itt a szeminél ütötte, meg aztán az a bal fel, az a keze fájt neki ilyen nagyon. A bejelentésre a rendőrség azonnal reagált, és az ügyelet az összes járőrt a helyszínre irányította. A gyanúsítottra hátsó nyomozó kutya segítségével bukkantak a járőrök. A többszörösen büntetett előilletű férfit végül saját otthonában fogták el. Amikor megtörtént a sértetnek a meghallgatása, akkor kiderült, hogy a személyleírás illik arra a férfire, akit előtte a polgári járőrök igazoltattak, aki tulajdonképpen sikerült egyértelműen azonosítani ezt a 25 éves szintén helybéli nádas ladányi férfit, és a rendőrök azonnal elfogták lakásán, ahol egyből házkutatást is tartottak nála. A férfi egy walkmant, egy telefont és egy töltőt lopott el a sértettől. A fehérvári nyomozók őrizetbe vették a gyanúsítottat, aki kihallgatása során részleges beismerő vallomást tett. A rendőrség kezdeményezte a feltételezett elkövető előzetes letartóztatását.